folyamatosan zajlik az oltás a pünkösdi ünnepek alatt is. A beoltottak száma 5.023.000-re emelkedett, közülük több mint 3 millióan a második oltáson is túl vannak. Közben az új fertőzöttek száma és a vírus áldozatainak száma is kevesebb, mint egy nappal korábban. Kórházban jelenleg 1.420 covidos beteget ápolnak, közülük 169-en vannak lélegeztetőgépen. Már korán reggel nagy volt a nyüzsgés az oltópontokon. Pünköst hétfőre is sokan foglaltak időpontot az oltásért. Az emberek azt mondják, szeretnék visszakapni a korábbi életüket. Azért tartottam a legfontosabbnak, mert vannak keresztlányom is, 18 éves meg a lányom is, és nincs ballagás, semmi, és ezért szerettem volna. Második körös oltásokat adnak be Kiskunhalason, ezúttal 265 embert várnak a helyi oltópontra. Csak itt eddig több mint 41 ezeren kapták meg a védettséget nyújtó vakcinát. Mindenki rutinosan teszi a dolgát, nagyon nem kell rá készülnünk. A katonák is nagyon ügyesen és udvariasan kísérik, az oltás simán megy, és az oltandók is tudják, hogy mire készülhetnek. Pécsen is sokan kapnak ma injekciót, az Akác utcai oltóponton 14 helyiségben 1600-an kapják meg a vakcinát. Szeretnék én is társaságba járni, szeretnék én is úgy közösségbe, közösségi dolgokba részt venni, hogy ne legyen abból semmi probléma. Illetve hát nem szeretném azt, hogy fertőzzek, illetve hogy én is könnyebben fertőzhető legyek. A pécsi oltópont vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az orvosok és mindenki, aki részt vesz az oltási programban, ilyenkor az ünnepen is folyamatosan dolgozik. Rengeteg kollégánk végez hatalmas szervező munkát a háttérben. A listáknak az egyeztetése, az alkalmasinta, az oltandók kiértesítése, illetőleg az oltóhelyeknek a megtelt kapacitás tervezése, paraméterezése, ez olyan tevékenység, ami hiszen ma is ugye pünköst hétfője van, és ma is zajlanak az oltások, ezek ebből is láthatjuk, hogy ezek nem csak hétköznapokon, hanem hétvégén és ünnepnapokon is zajlanak, amiért minden kollégánkat nagyon nagy köszönet illeti. Második oltás. Teljes kapacitással működik a Fejér megyei Szent György kórház oltópontja is. 20 helységben 3600 embert oltanak be. Első és második adagot kapnak az emberek. Azért regisztráltam, mert ez egy halálos betegség is lehet akár. Védem a családomat, saját magamat, kisunokámat. Hétvégén is ünnepnapon is folyamatosan oltanak. Hétfő reggelre a beoltottak száma meghaladta az 5.023.000-et, közülük 3.012.000-en már a második vakcinát is megkapták. Ahogy nő a beoltottak száma, egyre kevesebb a fertőzött. Vasárnap 258 új esetet regisztráltak. Elhunyt 41, többségében idős, krónikus beteg. Jelenleg 1420 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Közülük 169-en vannak lélegeztetőgépen.